Szigligeten vagyunk, Balassa Balázs polgármester úr társaságában. Polgármester úr, mi az apropója a mai találkozónak? Hát mindenki tudja, hogy most 2020-ig uniós pénzeket szeretne minden önkormányzat, legalábbis minél több önkormányzat lehívni. Ehhez rendkívül komoly segítségre van szükségük az önkormányzatoknak. Fenyvesi Zoltán felajánlotta, hogy ahogy ígérte körülbelül egy évvel ezelőtt, pont itt Szigligeten, hogy amiben tud, segít az önkormányzatoknak pályázatok kapcsán. Mi élni szerettünk volna ezzel a lehetőséggel, ezért beszéltünk Fenyvesi Zoltánnal, hogy lejönne ide Szigligetre, és mi elhívjuk a környék polgármestereit, és beszéljünk a lehetőségekről. Rendkívül fontos, hogy minél több térségben élő ember, minél több térségben dolgozó polgármester, önkormányzat számára megnyíljanak ezek a pályázati lehetőségek, de ez csak akkor adatik meg, hogyha mi polgármesterek tisztában vagyunk a lehetőségekkel, és rendkívül fontos, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussunk, ezért is kértük meg Zolit, hogy jöjjön le ide Szigligetre, és nagyon reméljük, hogy olyan instrukciókat kapunk, aminek eredményeképpen ez a térség kimondotta jó pályázó önkormányzatokkal fog rendelkezni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztésekről beszélhetünk, amit szeretnének megvalósítani a települések. Az ötlet úgy merült fel, hogy a top pályázatok kapcsán a települések nincsenek mindig tisztában a lehetőségeikkel és a pályázati források odaítélésével, és sok-sok információ kell nekik ahhoz, hogy jól tudjanak pályázni. Amikor Balassa Balázs polgármester úrral és a Balaton Szövetség elnökével erről beszélgettünk, akkor merült fel egy olyan ötlet, hogy jöjjünk el és tájékoztassuk a térség polgármestereit a pályázati lehetőségekről, és hát ennek a apropóján vagyunk most itt, hogy tájékoztassuk a polgármestereket. Szépen gyűlnek a háttérzajból következtetve a polgármesterek. Mégis kikre számít? Kik lesznek itt? Én úgy tudom, hogy a Balatoni Szövetség a tapolcai járás polgármestereit hívta meg, tehát 33 település tartozik ebbe a járásba, és 33 polgármester kapott meghívót erre a rendezvényre. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokat eljönnek, hiszen azt tudom, hogy most felbuzdultak a polgármesterek, hiszen kitudódott, hogy a pályázatok 100%-os intenzitásúak lesznek, vagyis nem kell hozzá önrész. Ez egy nagyon fontos momentum, hiszen akkor, amikor a projekt előkészítő szakaszában voltunk, és a minisztériummal nagyon gyakran tárgyaltunk, magam is a kampány során tárgyaltam miniszterelnök úrral is, illetve miniszterekkel arról, hogy milyen problémáik vannak a kis településeknek, és ez volt az egyik probléma, hogy hogyan fogják összeszedni az önrészt a pályázati lehetőségek közé. Ötleteik vannak, megvalósítandó céljaik vannak, és természetesen sok-sok javaslat is létezik, de hát ha nincsen önrész, akkor ezt nehéz megvalósítani, és nagyon örülünk annak, hogy a minisztérium befogadta a javaslatunkat, és 100%-os az intenzitású. A másik olyan probléma, ami szintén felmerült az előkészítő időszakban, hogy a kis településeknek nincsen pályázatíró cégük, ki kell írassák meg a pályázatot, nincsenek előkészített állatpoltban a pályázatok, sokszor nincsen lehetőségük, tőkéjük ahhoz, hogy ezeket a pályázatokat előkészítsék. Örömmel mondhatom, hogy a minisztérium ezt az ötletünket és javaslatunkat is befogadta, így, hogyha a településeknek nincsen pályázatírójuk, akkor a megyei önkormányzat ezt a feladatot ellátja helyettük. Nagyon sok fejlesztésbe gondolkodik Szigliget település is. Egy párat, hogyha elmondana nekünk. Hát igen, készítettünk egy projekt ötlettárat, amiben természetesen, hogyha fentről jövünk lefelé, szerepel a vár. Rendkívül szeretnénk egy történelmi tanösvényt megvalósítani. Nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik a település. Fontos lenne számunkra, hogy a közösség színterét még továbbra is fejlesszük, aztán vannak mi emléképületeink, amelyeket fel kellene újítani, az önkormányzat épületét is szeretnénk, kerékpárutat is szeretnénk építeni, tehát mi úgy itt az ötletek között durván 1 milliárd forintig jutottunk el, hát reméljük, hogy ebből minél több megvalósul. Polgármester úr, van-e olyan ötlet, amelyik több polgármester, több település összefogásával valósulhatna meg, és esetleg itt is szóba kerülhet ezen a mai rendezvényen? Rendkívül fontos, én úgy gondolom a turisztikai szempontból, hogy minél több kerékpárút épüljön, mert szerintem ennek óriási lehetőségei lesznek, már vannak is, de lesznek a közeljövőben. Ez itt a térségben még azt mondom, hogy eléggé rosszul kiépített, vagy egyáltalán nincs is, ez rendkívül fontos lenne.
illetve a turizmus tekintetében óriási kapcsolódási pontok vannak itt a települések között, mivel hogy komolyabb ipar nincsen, mindenki elsősorban a turizmus kapcsán próbál megélhetést biztosítani az itt élő emberek számára, úgyhogy ez egy nagyon komoly kapcsolódási pont.